Megbízatás bemutatkozott Paks új főkertésze. Korlátozás továbbra is kötelező a maszk viselése Paks meghatározott részein. Buszjegyek kedvezőnek tartják az utasok a február 1-től érvényes árakat. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Fodor Szurovszky Tünde lett Paks új főkertésze, Klézl Teréziát váltotta, aki 1987. novemberétől volt Paksváros főkertésze. Ő mostantól az önkormányzat munkáját táj- és kertépítészeti szakértőként segíti. Fodor Szurovszky Tünde, aki korábban kutatási tevékenységet is végzett, 2018 óta dolgozik Pakson, méltó utódja kíván lenni Klézl Teréziának. Személyi változásokat jelentett be Szabó Péter polgármester január 11-én tartott sajtótájékoztatóján. Január 1-én az eddigi városi főkertészt Klézl Teréziát Fodor Szurovszky Tünde váltotta tisztségében. Klézl Terézia táj- és kertépítészeti szaktanácsadóként tevékenykedik tovább az önkormányzatnál. A polgármester méltatta Klézl Terézia több mint 30 éves munkásságát. Rajta hagyta a kézlenyomatát Paks városán, hiszen többször indultunk ez alatt az időszak alatt a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen. Egy alkalommal első helyen is végzett Paks városa, illetve hát elmondható az is, hogy minden alkalommal valamilyen külön díjban részesült Paks, vagy adott esetben mindig az első 10 település között végeztünk. Számtalan zöld felületi munka, a zöld területek gondozottsága köszönhető Klézl Teréziának, aki, mint mondta, szinte minden cserjét ismer Pakson. Mostantól szaktanácsadói munkája mellett több időt tölt majd családjával. Egy évvel ezelőtt úgy gondoltam, és szerencsére az önkormányzat is támogatott ebbe, hogy átadnám a stafétabotot a fiatalságnak. Szerencsére összetalálkoztam Szurovszky Tündével, és úgy éreztem, hogy ő lenne az alkalmas arra, hogy a munkámat folytassa. Szabó Péter bemutatta Fodor Szurovszky Tündét, aki az egyetemen tájépítészeti szakon végzett, 2018 óta dolgozik Pakson. Klézl Teréziával közös projektjük volt az 1000 fát Paksra program. Ezzel a fiatalos lendülettel, amellyel érkezett Tünde, én azt gondolom, hogy nagyon sokat fog tudni hozzátenni ő is a zöld területek gondozásához és ahhoz, hogy Paks városa minél zöldebb legyen. Fodor Szurovszky Tünde a legnagyobb kihívásnak azt tartja, hogy méltó utódja legyen Klézl Teréziának, korábban kutatási tevékenységet is végzett. Környezetszenzitív bűncselekmények kutatásával foglalkoztam, ez egy igen szerteágazó kutatási tevékenység, amely kiterjed a zöld felületekre és a városképre is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ebben egy pár újdonság is meg fog tudni majd mutatkozni. És ezt követően kerültem a városfejlesztési és várostervezési csoportba, mint ahogy az polgármester úr említette, a településképi arculati kézikönyv volt az egyik legnagyobb feladatom, illetve a rendelet megalkotása, mind a mellett, hogy Teréziával már egy éve járjuk a közterületeket, és fokozatosan tudom így átvenni a főkertészi feladatokat. Főkertész az elődje által kimunkált jó gyakorlat továbbvitele mellett fontos feladatának tartja azt is, hogy a lakossággal kölcsönös párbeszédet folytasson. Továbbra is kötelező a maszk viselése, meghosszabbította a kormány a jelenlegi korlátozó intézkedéseket február 1-ig, így továbbra is érvényben marad a kijárási tilalom este 8 és reggel 5 óra között, és a digitális tanrend a középiskolákban. Ezzel összhangban Szabó Péter polgármester Paksváros közigazgatási területén kötelező maszkviselésről szóló önkormányzati rendelet hatályát meghosszabbította 2021. február 1-ig. A részletes közlemény elérhető a város honlapján, a paks.hu oldalon, a koronavírus hírek fül alatt. Fejlesztések az 5-ös számú körzetben zöld felületrendezésre, illetve utcabútorok kihelyezésére fordította egyéni képviselői keretét. Kudorné Szanyi Katalin, az 5-ös számú körzet választott képviselője. A fejlesztések, amelyek 2021-ben tovább folytatódnak, a lakossági igények figyelembevételével zajlottak. Az 5-ös számú választókörzetben az elmúlt év az ismerkedés jegyében telt el.
Ezzel a gondolattal kezdte Kudorné Szanyi Katalin mai sajtótájékoztatóját az egyéni képviselői keretének felhasználásával kapcsolatban. A politikus 2020 elején a szolgáltatókkal és a lakossággal közösen bejárta az ötös körzetet, így átfogó képet kapott arról, milyen fejlesztéseket kell még megvalósítani, de a koronavírus járvány lelassította a munkát, tette hozzá a képviselő. Valamennyi kérésnek igyekeztem eleget tenni, súlypontokat a zöld felületeknek a karbantartása, illetve a már kihelyezett utcabútorok hiánya vagy pótlása jelentette. A lakók komfortérzetének növelése prioritást élvez, sok esetben azonban a megvalósítás még hátra van, összegzett a politikus. Kihelyezésre kerülnek majd asztalok, padok az építőkút 22-24-es számú ház elé, ott egy kis parkfelújítás is fog történni. A Pollak Mihály út végében a 36-38 mögé szintén egy kis sarkot fogunk kialakítani, egy padok, asztalok fognak kikerülni, illetve az Árnyas utca elejére is padokat fogunk kihelyezni, hiszen az ott lévők nyugdíjasok száma jelentősen megnőtt. A képviselő elmondta, közlekedésbiztonsági szempontból nagyon fontos fejlesztés volt az Árnyas utca építők útja találkozásánál tükrök kihelyezése, így ezt az évek óta fennálló problémát sikerült megoldani. Ebben a hónapban az Árnyas utcában 10 darab konténerhely mellé olyan megoldást találtunk a DC Dunacom szolgáltató céggel, hogy megakadályozzuk a egy-egyes konténereknek az esetleges kocsikra való rádőlését, tehát ilyen pollereket fogunk kihelyezni, amely nagyobb szél esetén is meg fogja fogni ezeket a konténereket. Kudorné Szanyi Katalin az összejövetelen úgy fogalmazott, a fejlesztések 2021-ben tovább folytatódnak, természetesen a lakók igényeinek figyelembevételével. A tömbelső felújításokról is beszélt sajtótájékoztatóján Barnabás István. A 6-os számú körzet képviselője a Babits Mihály utcában tartott értékelőjén az egyéni keretének felhasználásáról is tájékoztatta az újságírókat. A körzet elég komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, hiszen most már második tömbelső beruházás is itt a Kurcsatov utca északi oldalán megvalósult, a tavaly kész lett a központi parknak is az első üteme, tehát sok fejlődés volt. 2020-ban a választott képviselők egyéni kerete a testület döntése értelmében a korábbi 1,5 millió forintról 5 millió forintra emelkedett, ezt az összeget a körzetek fejlesztésére fordíthatják a politikusok. Ugyan a területen az utóbbi időszakban komoly beruházások történtek, kisebb feladatok azonban maradtak, fogalmazott Barnabás István. A Gesztenyés úton azt már régóta kérték az ott sétálók, nyáron ott gyaloglók, hogy legyenek padok az árnyékos oldalon, az ASE csarnok felüli oldalon, és akkor most így az ASE csarnoktól egész az Ifjúság útig lesznek padok, ahova le lehet nyáron vagy jó időben ülni, és ott lehet pihenni azoknak, akik éppen le akarnak egy kicsit ülni az árnyékban. De ilyen a különböző személygyűjtő szigeteknek a rendezése, itt már még a felújított tömbelsőkben is igény volt pollerokra, hogy kitegyük, hogy ne guruljanak el a konténerkukák, elválasszuk őket az autóparkolóktól, de ilyen a Kurcsatov utca 8-9 előtt, ahol egy új személygyűjtő sziget lesz kialakítva, hogy a kukák ne foglalják el a parkolónak a területét. Emellett már döntés született arról is, hogy további padok és újabb hulladékgyűjtő edények kihelyezése is történik majd a területen, tette hozzá a politikus. Ez a munka még nem áll le, 2021-ben is ilyen jellegű beruházásokra fogjuk ezt az 5 millió forintot fordítani, hiszen már most az év végén, 2020 végén is rengeteg újabb igény érkezett a körzetből hasonló jellegű feladatokkal, igényekkel. A veszélyhelyzet miatt a fogadóórákon, illetve a lakossági fórumokon történő személyes találkozásra ezúttal nincs lehetőség, de a telefonos és az internetes elérhetőségek működnek, így a képviselők és a lakosság közti kommunikáció folyamatos, összegzett Barnabás István. A Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatja a felhasználókat, hogy Pakson tolózár szerelvény csere miatt január 14-én csütörtökön 8 óra 30 perctől 14 óra 30 percig vízhiány lesz a Vasút utca teljes területén. A munkálatok ideje alatt útlezárásra, útszűkületre, valamint forgalomkorlátozásra nem kell számítani.
A szolgáltatott víz időszakosan zavarossá és enyhén klórossá válhat. További információ az ügyfélszolgálatnál kérhető a Mezőföldvíz infóvonalon a 0680 442 442-es telefonszám hívásával. 1 millió forintot adományozott a Viski templom felújítására Szabó Péter a polgármesteri és az alpolgármesteri keret terhére. Októberben érte viharkár a Viski református templom tetejét, az orkán erejű szél megbontotta a tető borítását, és az eső okozta beázás is jelentős károkat okozott. A javításra a Paksi Református Egyházközség szintén gyűjtést szervezett. Amorf formájú bádog látható a Viski református templom mellett. Ez nem egy modern szobor, hanem a templom egykori bádog teteje. Október 5-én nagy vihar csapott le Ukrajnában a Huszti járásra. Az orkán erejű szél Paks testvérvárosában Visken is nagy károkat okozott. Amennyit az esőben meg a villany áramszünetben látni lehetett, az, hogy a templomunk északi oldalán a tetőszerkezetnek a nagyja, azt tulajdonképpen feketén tártunk, tehát a vádog lemez borítást, héjhazatot helyesebben, ahogy mondják, azt gyakorlatilag mint egy szőnyeget vagy egy darab kartonpapírt összegöngyölte a szél, és igazából majdnem azt lehet mondani, cinikusan, hogy akkurátusan letette a templom falán elé, úgyhogy egy hortenzia bokornak egy része tört csak össze. Az orkán erejű szél mellett az éjszakai esőzés is kárt okozott a műemlék templomban. 5-én már ázott, ami azért rossz, mert ugye van egy 18. század végi osztatlan festett mennyezetünk, illetve 18. századból vannak festett padjaink, úgyhogy egy éjszakát áztak ezek a fa berendezések, és akkor másnapra sikerült fóliával kivédeni a további beázást, de hát a nyomai azok mai napig is ott vannak. Paks és Visk régóta jó kapcsolatot ápolnak, a testvértelepülések vezetői és a lakosok is rendszeresen találkoznak. Amikor Szabó Péter polgármester értesült a viharkáról, anyagi támogatással segített a testvértelepülésnek. Polgármester úr a polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére még a tavalyi év végén 1 millió forintos összegben támogatást nyújtott a rekonstrukcióra. A Paksi Református Közösség is gyűjtést szervezett a Viski templom javításának költségeire. Sokan voltak, akik szívesen, örömmel adtak ehhez, és azt gondoltuk, hogy az a legcélszerűbb és kézenfekvőbb, hogyha viszonylag gyorsan összegyűjtjük így pénzben a adományainkat, és akkor ezt egy átutalással el tudtuk hozzájuk juttatni. Az előzetes felmérések alapján 5 millió forintra becsülték a kárt, de a tételes kivizsgálás közben kiderült, hogy több, közel kétszerese a pluszköltség. A tető javítását már megkezdték, és az időjárás függvényében haladnak tovább a munkálatokkal. A paksiakban az a különleges, hogy általában azt mondom, a kérések döntő többség, a segítségnyújtás döntő többségét nem előzi meg még kérésre. Hát ez úgy néz ki, hogy szeretnénk segíteni, mert látjuk, hogy hova kell a segítség, és akkor ennyivel szeretnénk rajtatok most segíteni. És valahol ez a nagy lázadás mindig eszembe van, hogy adjon úgy is, ha nem kérem, és valahogy a paksiaknak a segítség az mindig ilyen, hogy mindig oda segítenek, ahova igazán égetően szükség van, és általában nem úgy, hogy az ember elindítja a kérelmet, és akkor ki tudja mikor, ki tudja kik, majd mondanak rá át, vagy bét, hanem általában úgy van, hogy szeretnénk rajtatok segíteni, ennyivel tudnánk, akkor ezt fogadjátok jó szívvel. A menetjegy 200, a tanuló és nyugdíjas havi bérlet pedig 1500 forintba fog kerülni a paksi buszokon. A teljes áru bérletért 4000-et, a heti jegyért pedig 2000 forintot kell kiadnia annak, aki az elektromos járatokkal szeretne majd utazni. Az e-buszokat január végéig bárki ingyenesen kipróbálhatja hétköznapokon, fizetni az utazásért február 1-től kell majd. Az általunk megkérdezettek szerint kedvezőek az árak.
Hétfőtől egészen péntekig az egyes vonalon teszteli az elektromos buszokat a Paksi Közlekedési Kft. A vonalon óránként egy járatot a múlt héthez hasonlóan most is bárki ingyen kipróbálhat hétköznapokon. A januárban zajló tesztüzemről múlt héten pénteken tájékoztatott a cég. Január 3. hetében az 1/A vonalon fogunk közlekedni, ami az egyik fő vonalunk. Ez szintén a Gesztenyés utcáról indul, hasonló útvonalon közlekedik, mint az egyes, azonban csak az Anna utcáig. Tehát ott megfordul és megy vissza, szintén óránként egy járatpárral. Február 1-től fizetőssé válik a szolgáltatás, a menetjegy 200, a tanuló és nyugdíjas havi bérlet pedig 1500 forintba fog kerülni a paksi buszokon. Az általunk megkérdezettek szerint ezek az árak kedvezőek. Szerintem nagyon jó, nagyon jó. Tehát mondjuk a nyugdíjasoknak többsége az már mint ingyér utazik, úgyhogy az a kevésnek szerintem biztos nagyon jó. A teljes áru bérletért 4000-et, a heti jegyért pedig 2000 forintot kell kiadnia annak, aki az elektromos járatokkal szeretne majd utazni. Szerintem a mai viszonylatban elfogadható, mert nem drága. Akik keresnek, még munkahelyen vannak, azoknak is én szerintem megéri, ha hosszú távon fognak közlekedni. Én szerintem megéri. A Paksi Közlekedési Kft. Honlapján részletes tájékoztató olvasható a negyedéves bérletek árairól is. A cégnél a blitzelőkre is gondoltak már, akinek nincs jegye, annak február 1-től a helyszíni bírság 5000 forintba fog kerülni, ha viszont a helyszínen nem tud fizetni, úgy 8 napon belül csekken történő fizetés esetén a poddíj mértéke 7500 forint is lehet. Kedden este vastagodni kezd a felhőtakaró, késő éjszaka a változó vastagságú felhőzet lesz jellemző, csapadék nem valószínű, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 fok körül alakul. Szerdán napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, helyenként napsütés várható, erős, olykor viharos széllökésekkel kísért, északnyugati szél fújhat, ami ronthatja a hőérzetet. Pár fokkal melegebb lesz, mint kedden, a legmagasabb nappali hőmérséklet +4 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!